Sziasztok ismét! Ugye mondtam az előző videóban, hogy folytatás következik. Az üstökösös videót kifogom, vagy kiraktam, még nem, mert most veszem ezt is föl, de ki fogom rakni 13-án este, hogy legyen szórakozni valótok, és 14-én fogom kirakni ezt a Jupiter nap Chiron együtteséről szóló videót. Itt igazából majdnem mindegy, hogy a pontos térírő milyen, de nagyon-nagyon izgalmas és érdekes a budapesti képlet, és akkor nézzünk is rá először erre, és akkor egyáltalán beszéljük is meg a dolgot, várjátok, meg kellene nekem a napot kiválasztom, hogy melyik is az, amit mutatok. Tehát azt a címet adtam ennek a videónak, de adhattam volna mást is, hogy nap Chiron opozíció, láthatóvá válnak a karmikus sebek, rögtön meg fogjátok érteni, hogy ez micsoda. Ez megint előzőre kellett volna megcsinálnom, de ugye volt ez a nagy karma nap, amire én tényleg nagyon készültem, tehát nem tudom, hogy ez mennyire látszott az előadásból, hogy rengeteg rajzot készítettem, meg akartam nektek mutatni azt, hogy hogyan tudnak feltárulni a karmikus mérétegek, remélem érthető volt. Akik ott voltak és látták ezeket, nagyon szeretném, hogyha megírnátok például ez alatt a videó alatt kommentben, hogy azt, hogy jól értétek magatokat, azt már ott közöltétek, de hogy tanulságos volt-e, hogy érthetővé vált-e, hogy ez a módszer miért rettenetesen macerás, de miért ugyanakkor, miért mond sokkal többet az összes többi hagyományos módszertől. Tehát először nézzük meg a téridő pillanatot, és aztán elmagyarázom nektek, hogy mi az, hogy láthatóvá válnak a karmikus sebek. Nagyon érdekes ez a budapesti téridő, tehát október 14-én 4 óra 28 perckor van a tűpontos nap Chiron opozíció, és ahogy mondtam, én ezt később fogom fölrakni, értelemszerűen nem fogom 4 órakor fölrakni, hanem valamikor dél körül, hogy a szokásokhoz híven, ugye dél körül szoktam kirakni, és a pontos téridőben nézzétek meg, a Jupiter van az MC-n, tehát a jövőben ott van, ez a kicsit visszafogó dupla handicapes Jupiter, ugye ezt a múltkori videómban nagyon részletesen elmondtam, hogy miért duplán handicapes, befelé fordul és exilben van, de ott van az MC-n. Ami azt mutatja meg, hogy ott a jövőben mégiscsak ott van egy szerencse minőség. A Szaturnusz együtt áll a Vertex-szel, az irányíthatatlan folyamatokkal. Ez egy kicsit gázos, ugye, hogyha ez a hetes házban lenne, akkor azt mondanám, hogy nagyon gáz, de szerencsére a hatosban, mint szerzett karma működik. A Vesta a fókuszáló képesség emelkedik az aszcendensen, tehát fókuszáljunk rá, önmagunkra, az utunkra, hogy mit akarunk elérni. A Pallas Athénée Lilith nézzétek meg, még mindig tűpontos, tehát tényleg abszolút pontos, ez most egy ideig együtt fognak haladni, de tényleg így van nagyon sokszor, hogy két aszteroida hetekig, sőt néha hónapokig is teljesen együtt mozog. És aztán úgy szoktak eltávolodni egymástól, hogy ellenkező ritmusban hátrálnak, és akkor az egyik lehagyja a másikat egy idő után. De szinte ugyanaz az a sebességük, tehát persze, hogy együtt mozognak. Akkor szépen, mint a gyöngyök, itt fel vannak fűzve, nézzétek meg, szinte egyenlő távolságban van a leszálló, a Fekete Holdít, az Astrea és a Nap-Juno együttállás. Nap-Juno együttállás egyébként másfél nap múlva lesz, nem csinálok róla külön videót. Nap-Juno együttállás mindig azt jelenti, hogy tudsz vagy egyfajta szövetséget kötni, fontos a számodra, vagy a feleség, mint társ, vagy a feleség archetípusa számodra nőként, tehát hogy igenis te neked fontos a bimba, ásó, nagyharang, mirtusz koszorú, jegygyűrű, stb. És most ez a konjunkció áll szemben, ugye a Chiron Eris együttállása, ami most megint egy picit közelebb lett volna, még mindig 4 fokon belül vannak, de ugye gyakorlatilag egy idő után majd ez is távolodik egy picit, és aztán majd jövőre, 2025-ben május tájt lesz megint tűpontos a Chiron-Eris együttállás, és az lesz az igazi, nagyon fontos konjunkció. Itt még ugye ebben az évben még csak érintették egymást. Na most mi történik itt? És ez az, amiért mondom az egészet, hiszen pont most tanítom a főfényszögeket, és ugye azt tanuljuk az opozícióról, hogy egy életet le lehet élni anélkül, hogy az ember egyáltalán észrevegye, hogy neki van egy szembenállása. Ugyanis általában a szembenállás az a lehető legtávolabbi két ponton álló égi test között húzódik, ami azt is jelenti, hogy az egyik erre megy, a másik arra megy, és én középen állva legfeljebb szétszakadni tudok, mert az nem jut eszembe, hogy nem szétszakadni kell, hanem össze kéne egyeztetni, integrálni kellene a kettőt, de ez baromi macerás, hiszen a lehető legtávolabb vannak egymástól. Mit csinálok általában az opozíciókkal, ha csak nincsenek benne valamilyen alakzatban, tehát hogyha benne vannak egy alakzatban, akkor
akkor azzal tudok mit kezdeni, mert az alakzatként működik, de a szabadon lebegő opozíciókkal az a gáz, hogy általában megcsinálom az egyik felét, azonosulok az egyik égitesttel, és szépen kivetítem a másikat. Például azok, akik október 14-e körül születtek, előtte 2 nappal, utána 2 nappal, azoknak ott lesz ez a nap Chiron opozíció a képletükben, és nyilvánvalóan nappal fogják magukat azonosítani, ugye? Tehát azt fogják mondani, hogy én a nap vagyok, és akkor a karmikus sebeket meg mindenki más ejti rajtam. De az érdekesség az az, hogy a nap és a hold opozíciója egy picikét másképp működnek. Tehát nem úgy működnek, mint az összes többi opozíció, ahol nincsenek fényadók, hogy én megírom az egyik felet, és a másikat kivetítem rád, hanem úgy működnek, hogy a nap is, meg a hold is megvilágít, illuminál. Gondoljatok a teli holdra, amikor a nap szemben áll valamivel, akkor a teli hold teljes tányérja megvilágítódik, hát ezért teli hold. És ugyanígy bármilyen másik égitesttel a nap, ha szemben áll vele, azt bevilágítja, megvilágítja, illuminálja, érthetővé teszi. Tehát itt igazából ez a tévedidő pillanat azt jelenti, hogy láthatóvá válnak a sebeink, tisztába kerülünk a sebeinkkel. Tehát ez a legfontosabb információ erről a téridőről, de ugyanakkor egy nagyon érdekes alakzat is kirajzolódik, de előtte elmondom Chiront meg a legendáit. Mert most azt fogom csinálni, hogy ha tényleg tudok rövidebb videókat is legyártani, akkor azért a mitológiát egy picit mindig körbejárjuk. Minden könyvben benne van, tehát igazából ugye Chironnak a mítosza nagyon érdekes, mert az első hibrid lény, ló alsó testű és ember felső testű. Ugye általában ezeknek a mítoszoknak több variációja is van. Az ő legősibb variáció az mindig a legnyersebb, a legőszintébb, és aztán jönnek a PC verziók. És például itt a PC verzió az az, hogy ugye Kronosz az édesapa éppen megerőszakol egy erdei nimfát, aki, hogy elmeneküljön tőle, először kancává változik, de Kronosz is fődőr, és ezért aztán az aktus egy állati formában történik meg, és egy félig állat gyerek születik, egy félig állat, félig ember gyerek születik, ugye ez ő Chiron, az első kentaur, aki tulajdonképpen nem félig ember, hanem félig Isten, tehát halhatatlan. És a másik verzió szerint ez egy konszenzusos aktus, de Kronosz nem akarja, nem akar lebukni, mert mikor megjelenik Rea a látóhatáron, ugye a felesége, akkor csődőré változik, hogy nehogy lebukjon. Tök mindegy, születik egy ilyen gyerek, aki az első hibrid lény, és mint ilyen, ugye, mint tudjuk, elsőnek lenni nagyon sokszor fájdalmas, nehéz, problémás, kinevetnek, kicsúfolnak miatt, stb. Éppen ezért az édesanyja azt mondja az Isteneknek, hogy vegyék el tőle ezt a gyereket, ő nem akarja látni, nem akarja felnevelni, és Chiront éppen ezért Apolló napisten neveli fel, aki aztán úgy hálálja meg ezt a felnevelődést, hogy ő is rengeteg Isten és ember gyereket nevel. Ezen a képen, ami egy freskó egyébként, és valamelyik múzeumban, Rómában van kiállítva, de a Herkuleumnak a freskója volt eredetileg, és itt láthatod, hogy hívják ott Achillészt, akit éppen többek között ugye Chiron is nevel, és ott a kezükben van a lant. Oké, és aztán folytatódik a mítosz abból a szempontból, ezt elfelejtettem befejezni, hogy egyszer megsebződik, ugye Herkulesnek az egyik nyilától, amelyik bele van mártva a hidra vérébe, és a hidra vére halálos méreg. És ez egy gyönyörű, gyönyörű szimbólum, hogy Chiron halhatatlan, de megsebződik egy halálos méreggel, ezért örök szenvedés a jutalma, a sorsa, amit aztán egy nagyon furcsa és nagyon érdekes sorscserével lehet feloldani, méghozzá ugye Zeus elfogadja az életét, az életét Prométheuszért cserébe, Prométheusz megszabadul, Zeus pedig őt felküldi, és belőle lesz a kentaur csillagkép. És ezáltal Chiron a sebzett gyógyító szimbóluma, a sebzett gyógyító a karma asztrológiában, a karmikus sebeinket írja le, hol és hogyan szereztük őket, a jegyhelyzete megmutatja, hogy hogyan, a házhelyzete pedig, hogy hol. Tehát ez a lényege Chironnak. És hát most ebben a téridő pillanatban szemben van a nappal, de nem csak a nappal van szemben, hanem egy csomó minden van ilyen 21-22 fokon. Többek között, ha látjátok, ugye, akkor az aszcendens-deszcendens tenge is egy gyönyörű keresztkvadrátot csinál, egy pontos változó keresztkvadrátot, ahol is ugye egyszer ott van az aszcendensen a Vesta, fókuszálás a dolgainkra, a Jupiter az MC-n, áldás a jövőn, bár egy kicsit visszafogott áldás. És tulajdonképpen ilyenkor, amikor egy keresztkvadrátot látsz, mindig érdemes keresni valami fajta
oldást. És hát egy gyönyörű oldásunk van, hiszen a nap egy pontos trigont vent eközben a Jupiterhez, tehát csak azt gondoltam, hogy amikor két ilyen fényszög egyszerre pontosodik be, akkor nekünk azért az opozíció fontosabb, mert egy éven belül csak egyszer van Nap-Chiron opozíció, Nap-Jupiter trigon viszont kétszer. Tehát azt majd egyszer külön meg is lehet nézni, majd legközelebb, amikor majd innen a vízöntőből fogja a nap trigonolni a Jupitert, akkor majd lehet, hogy ránézzünk, hogy az a téridő pillanat mit jelent. Tehát itt most jelentőség teljesen a Nap-Chiron opozíció, mert ritkább, mert egyszerűen csak egy van belőle évente. Szóval van egy gyönyörű misztikus négyszögünk is, amit a Jupiter, a Nap-Juno, az IC és a Chiron alkotnak. Tehát önmagában ugye a két opozíciót oldja, keretezi a két szextil és a két trigon. Aztán van egy kardinális T-kvadrátunk is, aminek az apexén a Mars van, és ugyancsak a naphoz megy. Tehát ez is nagyon érdekes, mert egy tűpontos nap-Mars kvadrát is van. Tehát minden van itt, mint a búcsúban. Ugye a kardinális kvadrátok arra valók, hogy aktivitás, cselekvőerőt biztosítanak, ugye önmagában is a kvadrátok azok magas energiájú tettekkel sarkalló, napi konfliktus helyzeteket generáló fényszögek, ha meg alakzatban formálódnak, keresztkvadrát vagy T-kvadrát formájában, akkor még ütősebbek, és a keresztkvadrátnak ugye nincs apexe, hiszen teljesen egyformán örvénylik benne az energia, és négy egyforma sarka van, a T-kvadrátnak viszont mindig van, oda áramlik a feszültség, a két kvadrát feszültségét a Mars kapja, a hadisztán. Remek, csak ezt tudom mondani, ugye, és mindez úgy, hogy éppen látható az égbolton az üstökös. Aztán van egy változó levegő mozdonyunk, a nap, Juno, az MC és a Jupiter és a descendens között, tehát itt. Ugye a változó mozdonyok, azok mindig változást hoznak, a levegő pedig értelmet biztosít a számunkra. Ezt is sokszor elmondom, hogy a mozdonyok azok nagyon izgalmas konfigurációk, hiszen egyesítenek három teljesen más fényszög családba tartozó fényszöget, egy kvadrátot, ami adja a napi löketet, a trigont, ami az áldást biztosítja, és a kvinkunxot, ami a karmikus elköteleződést adja. Aztán van még egy mozdonyunk, ugye egy változó tűzmozdonyunk, méghozzá az aszcendens veszta a Chiron és az IC között, tehát itt van, és van még egy változó vízmozdonyunk is, a Mars, az IC és a descendens között, tehát itt. Tehát rengeteg mozdony van láthatóan, méghozzá pont kardinális és változó jegyekben, ami jó, mert a fix mozdonyok azok a nyögvenyelősek, azok működnek nehezebben, a változó mozdonyok viszont változást generálnak. Na, és akkor itt vannak a transzcendens égi testek, és itt megint nagyon szépen megnyílik a kép, és ad egy olyan fajta mérréteget, ami magyarázattal is szolgálhat, hogy akkor hogyan, ezt most hogyan éljük túl. És persze van mindenféle kisebb, tehát rengeteg, rengeteg, amikor ennyire bonyolult egy fényszögkép, akkor azt kétféleképpen lehet fejteni, vagy az egészet megfejted, és megnézegeted az összes létező konfigurációt, vagy pedig így ránézel, és kiválasztod a legfontosabbakat, én most ezt tettem. Ugye a mozdonyok, a keresztkvadrátok, az átfutó trigonok, a misztikus négyszögek, a T-kvadrátok, ezek mindig a legfontosabbak. A sorsúlya, azok is általában. Hát tudod, hogy van egy masni is, tehát mondom, minden van, mint a búcsúban. Az aszcendensen a Denebola nevezetű állócsillag van, ami az oroszlán bétája. Az összes béta csillag a konstellációknak az árnyoldalait, vagy az árnyékból megélhető minőségét képviseli. Ugye az egész oroszlán csillagkép az uralkodásról szól, tehát a Denebola, ami egyébként az oroszlánnak a farka, az árnyékból történő uralkodás, vagy az ösztönszintű uralkodást szimbolizálja. Aztán a nap Junón ott van egy csomó aszteroida, Nix, Merlin, Prudencia, Zero és Veritas. Érdekes, ugye Nix az éjszaka, Merlin egy varázsló, Prudencia a mértékletesség, Zero a nulla, a Veritas meg az igazság. Hát ez jó nagy kavar. Tehát ez nagyon szép, ezt kell mondjam. Az IC-n ott van Bacchus, ugye a módosult tudatállapotok jelölője. A Destenes és a Chiron most éppen nem áll semmi, de a Jupiter-MC együttálláson ott van Altyira, ez egy, a napokban is ott volt, nem fogom elmondani még egyszer, ugye ez a bizonyos olyan teremtés Isten, aki nem törődik azzal, mit teremtett, ez a karmikusabb.
És két gyönyörű állócsillag, ezeket is bemutattam. A múltkor mutattam nektek, hogy hol találhatók. Ugye a Capella a fogadhajtónak az alfája nagyon északon, a Bellatrix az Orion bétája nagyon délen, és a kettő között helyezkedik el deklinációban a Jupiter. Ez is izgalmas. Ugye ez a 22.-24. fok, az tele van állócsillagokkal, és hogyha most nem visszafelé fordul a Jupiter, hanem előre menne, akkor, de hát el fogja majd megint érni ezt a fokot, akkor majd bemutatom az összeset. És a Marson pedig megint csak egy csomó minden, a Castornak, ugye az ikreknek az alfáján kívül ott van a Bienor, ezek is ott voltak szerintem két nappal ezelőtt, Shiva, Hipátia és Alkimédesz. Ugye Bienor a saját magadba vetett hit, ragyogás, a Shiva az a W-vel, az a szlávoknak az egyik szerelemistene, istennője, bocsánat. A Hipátia, ugye a Hipátia volt az alexandriai könyvtárnak a könyvtárosa, akit megölnek, tehát a tudásnak az eltitkolása, megölése, ez a szimbólum. Archimedes, ugye a heuréka, tehát a megértés, Archimedes a megértés, a hirtelen megvilágosodásnak a szimbóluma. És azt hiszem, elmondtam mindent, ennyi drágáim, mondtam, hogy nem lesznek túl sok, vagy hosszú, sosem tudom megállni, közben be is sötétedett, hamarosan nincs sötét, de már szürkül. Minden esetre köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Ha tetszett, nyomj el lájkot, ha igazán tetszett, akkor küldjél ilyen izéket, vagy egyáltalán írjál. Kérlek szépen, ne kötlek egy velem. De tényleg annyira felháborítónak tartom azt, hogy ha nem becsülöd a munkámat, nem kell, nem vagyok kíváncsi rá. Értsd meg, nem vagyunk egy súlycsoportban, te nézel engem. Nem tetszik, lapozzál, nézzél mást, tök mindegy, rengeteg mindent lehet nézni, de ne oktass ki engem, mert abban a másodpercben letiltalak. Annak meg túl sok értelme nincs. Nem fogsz tudni elérni. Egész egyszerűen nem. Ha pedig tetszett, akkor nyomjál lájkot, iratkozz fel a csatornára, küldjél szírszarokat, és örülök, hogyha tetszik, és örülök, hogyha taníthatlak. Ezért csinálom. Ez ennyi van. Én dolgozom neked. Fogd föl. Köszi. Szia.